A fekete sas emeleti nagy termében többek között a díszcsomagolás, a marcipán készítés vagy a díszterítés fortéjait mutatták be az érdeklődőknek a diákok a Corvin idei iskolanapján. Adott menühöz igazodó terítés, itt egy borsóra is és egy étrendre is gondolni kell, ehhez az eszközöket és tányérokat kell felteríteni. Mészáros Elvira cukrásznak tanul. A leginkább azt szereti a szakmájában, hogy olyan sütemény költeményeket készíthet el, amelyek nem csak finomak, hanem szépek is. De a kézügyességre is szükség van a különféle marcipán figurák elkészítéséhez. Ilyen kis golyókat kell formázni belőle ahhoz, hogy rózsa legyen például. És akkor ez a nylonlapba bele kell rakni. És így a tenyerünkkel el kell simítani nagyjából, utána pedig az ujjunk segítségével a végét így egyre jobban vékonyítjuk kifelé. És egy ilyen kúp alakú alapot csinálunk neki, és akkor ezzel megkapjuk a rózsának a közepét, az alapját, és erre építjük fel a szirmokat. A szirmok pedig ugyanezzel a technikával készülnek tovább. A több helyszínen zajló programokba 600 diák kapcsolódott be, hogy látványos gyakorlati feladatokkal mutassa be a Corvinban folyó képzéseket. Emellett számos vetélkedő, például a szabad tűzön készült ételek főzőversenye, a matyi napi versengés, illetve a szkander párbaj és a célba dobás is színesítette a rendezvényt. Ez a napunk arról szól, hogy a gyerekek közös élményeket gyűjtsenek, egy picit megmutassák tudásukat más vonatkozásban is, mint ahogy a hétköznapok vagy a normál tanórai keretek között találkozunk velük, és hogy szerezzünk, begyűjtsünk egy emlékezetes napot, élményekkel teli együttlétet. A védőnők bevonásával a fekete sasban prevenciós foglalkozásokat és szűréseket is tartottak, így az egészséges életmód is a fókuszba kerülhetett a Corvin Mátyás Tagintézmény iskolanapján.